Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. Ez a Millás reggeli, köszöntünk mindenkit. Nagy szeretettel, itt a 90.9 Jazzin, december 22-e kedd reggel van, 9 óra 10 perc, és otthoni stúdiójából Mihály Csandrás jelentkezik. Benti stúdiójában pedig Gede Balázs tartja. És 0630 2010 909 az SMS, WhatsApp és a Viber számunk. Egy hallgató írta, hogy ez a srác nagyon inspiráló, és valószínűleg nem Ács Gáborra, hanem a 14 éves Krafterre, Bozai Ákosra jött az üzenet. Aztán sziasztok, Hard Brexit a mutáció miatt, Laci mereng ezen. Hát éppen seggel. Igen, ugye, valami ilyesmiről beszélt. Szeretsem mosdató rovatunk következik most. Egy pár szóban a maga a fapados guru jelentkezett be, hogy egy kicsit árnyalja a róla kialakult képet, mert azt mondta, hogy volt dió meg minden, de ugye pénteken még külföldön voltam, ezért karanténban vagyok önkéntesen, mert hivatalosba sajnos nem kerültem, így taxisofőr vagyok, bevásárolni nem én mentem. Úgyhogy mindenki nyugodjon meg, Ács Gábor letartja a szabályokat. Na! Szerintem kezdjük el azt a rovatot, amit én nagyon-nagyon várok most, több szempontból is. Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink. Hát kedves hallgató közönség, most aki nem videón fog nézni bennünket, az lemarad egy vizuális élményről sokatszor, mert hogy Katona Csaba történész stílszerűen talpi honfoglalóban várta hívásunkat, mert ugye a pozsonyi csatáról, illetve arról készült animációs film szakmai hátteréről fogunk most beszélgetni vele. Balázs, te nem látod? Leírhatod. Nem még. Na. Szervusz, hát Csaba! Akkor Zsoltikám, csináljál, légy szíves, most mondom ezt a technikusnak, hogy a Balázs is hadd örüljön, készülj fel a legjobbakra. Szervusz, Csaba! Jó reggelt kívánok, szervusztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Nagyon jó. Nagyszerű reggelen. Egy az Isten, mondjuk ki együtt. Egy az Isten, és micsoda nagy öröm, hogy a Turulnet segítségével összetudunk így kötődni. Csaba királyfi, üdvözöl mindenkit. Ugye a Mugliknak persze azt mondjuk, hogy ez net, de valójában a Pilis így csak rája biztosítja az energiát, és erre nagyon büszke vagyok. Na, ennél azért lényegesen komolyabb és szakmaibb lesz a következő beszélgetés, de egy dolgot, ugye, akik nem tudják és nem hallottak róla, az a tegnap este bemutatásra került egy animációs film a pozsonyi csatáról, amelyet 907-ben vívtak eleink. A Magyarság Kutató Intézet készítette ezt a dolgot, és hát már a tréler nyomán az egész hagyományőrző és történészi szakma vad vitákba kezdett arról, hogy mennyire hiteles, mennyire alkalmas azokra a célokra, amelyekre ezt létrehozták. Úgyhogy Csaba... Hát illetve milyen célokra hozták létre, hogy azt is... Igen, ezt tisztázzuk, hogy ez most egy játékfilm, vagy egy történészi munka, egy oktatási anyag mondjuk. Én az előző vezető műsorban hallottam, és azt mondták ott az ott résztvevők, a rendezők, illetve a Magyarság Kutató Intézetnek az igazgatója, a régészeti igazgatója azt mondta, hogy ez igenis oktatási céllal készült. Te hogy látod ezt? Hát a film rám a releváció erejével hatott, mert ugye amikor a történelem mutatója, hát kérlelhetetlen szigorra jelöl ki a társadalmi haladás egyetlen lehetséges irányát, és így a megújult történeti kutatást is, hát döbbenettel eszméltem rá, hogy a történészek mennyire mereven ragaszkodtak munkájuk során ahhoz az elavult állásponthoz, hogy meghatározó mértékben vegyék figyelembe a fennmaradt történeti forrásokat, sőt, mi több forráskritikát. Ez teljesen megbékózott, sőt, leláncolt minket, miközben immár látnivaló, hogy az új típusú történetírásnak nem szabhat határokat semmi, ha kellő distanciát tart,
több el is szakad eszemlélettől. Ez persze a hagyományos történetírás művelői hajlamosok máigi szakmaiatlanságnak bélyegezni. Mondhatnám ezt is, de nem mondom. Aha. Ez egy érdekes történet, mert hogy ugye megkérdezték őket, hogy miért úgy, nem akarnék belemenni ebbe a dologba, csak én azon filozofáltam, hogy Magyarság Kutató Intézet, az egy tudományos műhely. A tudományos műhely, akkor ha valamit kiadnak a kezükből, az tudományos igényességgel készül. Ezért hajlanék én afelé, hogy ez nem egy játékfilm, és hogy miért lovagolok ezen abban a későbbiekben nagy jelentősége lesz. Te hogy gondolod ezt? Nagyon helyesen látod a dolgot, hogy komolyra fordítsam a szót, szóval az a helyzet, hogy hát a tudományos igény sérülni látszik, hogy finoman fogalmazzak. Uh-huh. Ugye itt a problémát a következő okozza, menjünk vissza az alapokhoz, magához, a pozsonyi csatához. Amiről annyit tudunk, hogy volt. Igen, tehát minimális tudásunk van róla, ugye kortárs források, magyar források sajnos semmit nem őriztek meg róla, tehát a mi oldalunkról nem igazán tudjuk ezt megközelíteni, ezt a témát. A másik oldal forrásai viszont minimális, néhány mondatnyi dolgot. Tehát amit biztosan tudunk, hogy kétségkívül jelentős és nagyon komoly győzelmet arattunk, és ezért tiszteletért illeti eleinket, azt gondolom, tehát ez minden mástól függetlenül így van. Tudunk néhány olyan emberről a másik oldalról, érsekekről, hercegekről, akik elestek ebben a csatában, tehát a veszteség mértékét kiválóan jellemzi az, hogy az ellenfél, ugye a bajorok vezérei közül többen holtan maradtak a csatatéren, ami mindenképp egy fontos jele annak, hogy valóban kiemelkedő győzelemről van szó magyar oldalról. De nem tudjuk azt egészen pontosan, hogy mennyi ideig tartott a csata, még a dátum körül is vannak bizonytalanságok, bár talán ott a legkevésbé, hogy ez ilyen július 5-6 körül lehetett. Nem tudjuk, hány fős seregek vívták, és hát még az is bizonytalan, hogy Pozsonynál volt-e. Valószínű. Tehát ugye a forrás a Braslavászpurk helynevet adja meg, figyelembe véve a pozsony német nevét, a Pressburgot, meg azt a fajta rövidülést, amit máshol is tapasztalhatunk, például Nuremberg, Nürnberg, stb. Szinte biztos, hogy Pozsonyról van szó, de 100%-os bizonyossággal ezt sem jelenthetem ki. Tehát sajnálatos módon a csatáról kialakított tudásunk a források minimális száma alapján az a legkevesebb, amit tudunk. Most erről csináltak egy filmet. Igen. És ezt ilyen oktatási, meg identitás fejlesztési, meg nem tudom én milyen szavakat használt a felvezető műsorban a két meghívott vendég a tévében, de ez azért baj, mert, és én azért lovagoltam ezen a játékfilm vagy nem játékfilm dolgon, mert egy játékfilmbe belefér nagyon sok minden. Én sem úgy nézem a Gladiátor című filmet, hogy miért van benne 14. századi perzsa sisak, meg viking sisak, ami ugye jó pár száz évvel korábban, mert az egy játékfilm, az arra való, hogy szórakoztasson. Most úgy tűnik, hogy ez a pozsonyi csatás film, ez nem a szórakoztatásról szólt, hanem a tudásunk bővítésére, akkor fogalmazunk így. Csak akkor viszont rossz irányba viszi ezt a feladatot. Mondok egy példát. Én ott estem le a székről, amikor azt mondták, hogy Árpád apánk szarmata eredetű nehéz lovassága. Te atya úristen! És még hosszan lehetne sorolni, tehát amikor megjelenik ugye a Székely nap meg a hold, amiket azért pár évszázaddal később alakultak ki, a nehéz lovas lemezek, láncvértek, tehát neked nem kell nyilván mondanom, tehát képben vagy ezekkel a dolgokkal, hát nem szólva a szarvakkal ellátott lovakról, amiket ugye már harci muflónoknak is minősítettek a kritikákban. Tehát a probléma valóban ott van. Itt a temetkezési lószerszámok voltak ezek, nem muflon, hanem ilyen kőszálikecskerre. Direkt felhívták hagyományőrző barátaim a figyelmet, hogy nehogy muflonozzak, mert hogy az inkább kőszálikecske szarv. Maradjunk egyébként, hogy a csatában nem nagyon voltak ilyen szarvak, tehát függetlenül attól, muflon-e vagy nem, de fogadjuk elő, kőszáli kecske részemről, ez teljesen rendben van. De a problémát tényleg ez okozza. Tehát ha egy tudományos intézmény, és itt egy tudományos intézményről beszélünk, letesz egy filmet az asztalra, ott azt gondolom, és ez nagyon határozott véleményem, és ezzel nem is vagyok egyedül, hogy nem engedhet meg magának ilyen pontatlanságokat, főleg nem úgy, hogy a pontatlanságoknak egy része az finoman fogalmazva elég tudatosnak tűnik. Tehát itt olyan dolgokra gondolok, hogy persze, amikor arról beszélünk, hogy identitásképzés, ugye az már magában meg tudja bonyolítani a dolgokat, mert ha én identitást akarok képezni, akkor nem biztos, hogy a történeti tények passzolnak ahhoz, amit én sugallni akarok. Ugye itt elhangzott már több olyan dolog, hogy igyekeztek megjeleníteni több mindent, de hát például, amikor a filmet megnézi az ember, és ilyeneket hall, hogy Árpád apán kapta a fejedelmet, hogy Álmos leszármazottjaként, Attila Turul dinasztiánk leszármazottjaként jöjjön vissza a Kárpát-medencébe, akkor azért ezek elég erős üzenetek, és maradjunk annyiban, hogy a történettudomány nem feltétlenül osztja ezt az álláspontot, és nem azért, mert bárki ezt sugallja, hanem mert a történeti források
hát nem igazán teszik lehetővé ennek az álláspontnak a hiteles képviseletét. Azt is, az is egy érdekes dolog, hogy azt mondták a műsornak a készítői, hogy ha ők ragaszkodtak volna mindenben a történeti hűséghez, akkor nem lett volna film. Mert hogy olyan kevés lelet maradt fent a honfoglaló magyaroknak a hitvilágáról, teljesen sötétben tapogatózunk, annyit tudunk, hogy volt egy Tengri nevű főistenük, de mondjuk néhány sisakdísz, néhány tarsolylemez, amit találtak, és hogy akkor több ezres tömeget ugyanazokban a felszerelésekben nem lett volna jó ápolni. Akkor inkább nem kellett volna filmet csinálni, vagy filmet kellett volna csinálni? Én nem vagyok egy vátesz, tehát nyilván nem szentírás, amit mondod, a privát véleményem az, hogy igen, akkor nem kellett volna ilyen filmet csinálni, főleg nem, ha az oktatásba szánják, mert hát, hogy mondjam, nem teszik, mert megint oda jutunk, hogy a történésznek meg van kötve a keze. A szó legjobb értelmében van megkötve a keze, ugyanis a történész történeti források alapján dolgozhat. Ahogy te is mondtad, egy író, nála szabadon szárnyal a szellem, sőt az íróknál örülünk is, hogyha ezeket a lyukakat kitölti fantáziával. Így születtek egészen kiváló történeti regények, fiktív szereplőkkel, fiktív párbeszédekkel, de arról mindenki tudja, az teljesen egyértelmű, hogy ez egy regény. Tehát, hogy ott megvan ez a fajta alkotói szabadság. Na most egy tudományos műhelynek az alkotásában, amit ráadásul oktatási anyagnak is szánnak, és nem irodalomórán, meg nem a regélykóráján, ott elképesztő felelősség ilyen dolgokkal játszani. Miért, Csaba, ezt magyarázd el a hallgatóknak, miért baj az, hogyha magyar felnőtt emberek és a felnövekvő generáció tagjai, akik látják ezt a filmet, azt gondolják, hogy a honfoglaló magyarok talpig páncélban, kőszáli kecske szarval, ékített lovakkal vágtattak a csatába 907-ben. Miért baj? Mindenek előtt azért, mert nem így történt. Tehát ez egy nagyon erős hír, hogy néhány évvel ezelőtt valaki megkérdezte egy hivatalos levélben, hogy egyes történészek miért tagadják Dugovics Titusz létezését, amire azt a választ adtuk, hogy erre egyetlen okunk van, az, hogy nem létezett. De ez elég erős hír. Tehát szívdobogtatóan jó érzés ezt a legendát olvasni, hogy magával rántotta ugye a törököt ott Nándorfehérvár falairól, de ez ettől még nem történt meg. Ez viszont nem teszi kisebbé Nándorfehérvár védőinek a bátorságát, a hősiességét, nem teszi kisebbé a Nándorfehérvári diadal jelentőségét. Tehát nagyon egyszerűen megfogalmazva, azt gondolom, hogy van a mi történelmünk, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog. A közös történelmünk, a magyar haza, a magyar nemzet történelme, ami a te történelmed, az én történelmem, a filmalkotóinak a története, mindannyiunk története, horribile dictu az itt élő egykori nemzetiségek története is, ez a mi közös történetünk, a közös örökségünk, ez valannyira gazdag és szép, hogy nem szorul rá arra, hogy ilyen szépítéseket beletegyünk. És ez egy nagyon lényeges dolog, mert a mi történelmünknek vannak kiemelkedő magasztos pillanatai, tényleg, ami megdobogtatja az embert. És egyébként a pozsonyi csata is ilyen. Tehát amikor mi most erről beszélünk, és a filmről beszélünk, akkor nem magát a pozsonyi csatát, meg az abban résztvevőknek a hősiességét, heroizmusát vitatjuk, hanem azt, hogy ezt hogyan ábrázoljuk. Ugye? Valamiért. És ugye itt jönnek az olyan, azt gondolom, hogy a legsúlyosabb dolgok, hogy most a kivitelezés, ugye az magában sugall olyan dolgokat, amik nem állják meg a helyüket. De ami a filmnek ugye a kulcs gondolata, ez a ugros eliminandos esse, amit ugye nagyon határozottan sikerült úgy fordítani, hogy elhatároztuk, hogy a magyarok kiirtassanak. Uh-huh. Na ez például, hát fogalmazunk úgy, hogy túlmutat azon, amit tévedésnek lehet nevezni. Ugye az eredeti latin mondat ennél jóval hosszabb, tehát ibi decretum omnium sententia ugros bojariere regno eliminandos esse. Ez pedig körülbelül azt jelenti, hogy egyhangulag elhatároztuk, hogy a magyarokat ki kell űzni Bajorországból. Ugye, ha ezt a Bajorországból kihagyom a mondatból, akkor abban a pillanatban már sokkal megengedőbben el lehet mozdulni a kiirtani jelentés felé, de ez itt konkrétan ebben a formában nem állja meg a helyét, és itt jön az a kérdés, hogy miért kell olyan tartalmat belerakni egy filmbe, ami nincs ott. Tehát a pozsonyi csata a magyar történelem kiemelkedő diadala. Sajnálatos módon történeti ismereteink roppant szegényesek róla, de ez meg nem rajtunk múlik, hanem sajnálatos módon ennyire kevés forrás maradt fönt róla. Viszont hamis értelmezésekkel, illúziókkal megtoldani, hát ez nagyjából az 50-es évek történetírását idézi, és én meg azt gondolom, hogy hadd legyünk mi már büszkék a történelmünkre, ott, ahol ez indokolt, hozzátéve, hogy sajnos vannak a magyar történelemnek mélypontjai is, amire kevésbé kell büszkének lenni. A mi történelmünk nem dicsőbb, de nem is alávalóbb, mint bármely más nemzeté, de hadd legyen már nekünk ez a legkedvesebb, mert ennyire talán lehetünk elfogultak. Nem szükséges ilyenekkel megtoldani. Az is eszembe jutott ebben az egész történetben, hogy ugye
egyértelműen egy ilyen szkíta, hun, avar, magyar vonalat feltételez, folyamatosan azt állítják a filmben, hogy a magyarok mindig is itt voltak. Abszolút. A honfoglalás az a visszatérés. Így van. Névvel fut. Akkor az is egy érdekes jelenete a filmnek, amikor ugye Árpád vezér áldozatul esik a csatában. Nem tudunk semmit Árpád vezér életútjáról, csak annyit, hogy 907-ben elhunyt. Pontosan is. A film ugye nem érzékelteti, hogy ez egy lehetséges olvasat, hanem nagyon határozottan foglal állást. Tehát mindebben a hunszkít a magyar vonulatba, és ugye ez beleillik azt gondolom, hogy egy ilyen tágabb jelenkori megközelítésbe. Ugyanakkor a tudomány ezt nem látszik igazolni. A másfelől pedig hát Árpád vezérről tényleg jó szerűen semmit nem tudunk róla, nem hogy az, hogy ott lett volna a csatában, nem hogy az, hogy személyesen vezette volna a mondjuk úgy, hogy szarmata nehéz lovasait, vagy hogy elesett volna. Tehát erről egész egyszerűen nem tudunk felelősen nyilatkozni. És itt kanyarodunk vissza megint ahhoz a felelősséghez, hogyha ezt megjelenítjük egy regénybe, egy játékfilmbe, egy rajzfilmbe, teljesen elfér. Mert miért ne? Egy lehetséges értelmezés. Egy történeti alkotásban, amit az oktatásba szánnak, és amit egy tudományos intézet jegyez, azt gondolom, hogy ezeket a határokat nem illik átlépni, sőt, nyersebben fogalmazok, nem szabad átlépni. Miért került most ennyire homloktérbe a pozsonyi csata szerinted történészi szempontból? Ezt azért kérdezem, mert rengeteg legenda van. Amit ugye említettünk, hogy az Árpád apánk ott esett el, és a fiai közül is többen tartja egy elég széles körnek a vélekedése, hogy tanítják ezt a West Point-i amerikai katonai akadémián, amit azóta szintén megcáfoltak, hogy igen, benne van, mint 6515 másik csata a világ minden pontjáról, a kadétok, ha akarják, olvashatnak róla, de nem jön be a tanárbácsi, és nem mondja azt, hogy na, uraim, akkor ma a pozsonyi csatáról tanulunk, tehát ilyen szinten nincs benne a katonai tananyagban, tehát kezd egy ilyen nemzeti legendárium felépülni a pozsonyi csata köré. Ez miért van? Ugye ez nagyjából beleillik abba, amit azt gondolom, hogy már látunk a történettudománynál, hogy kialakulóban van egy ilyen hamis fénytörésben meglévő nosztalgia így a honfoglalás kora iránt. Félreértés ne essék, a korszakot kutatni kell, és rendkívüli lehetőséget hordoz magában például az archeogenetika, hogy többet megtudjunk honfoglaló elejünkről, de egyszerűen azt látom, hogy néha egész magas szinten fölbukkan az a dolog, hogy egyfajta ilyen vágyálmak bukkannak föl erről a korszakról. Tehát úgy akarunk erről többet tudni, hogy arra igazából nincs lehetőségünk. Nem véletlenül említettem az archeogenetikát, az kinyithat kapukat abba az irányba, hogy meg tudjuk vizsgálni a honfoglaló népességet, vannak is ilyen értelemben eredmények. De alapvetően arról van szó, hogyha megpróbálunk magunk elé álmodni egy ilyen megszépített múltat, akkor pontosan, hogy a források hiánya teszi ezt lehetővé. Hiszen itt a fantáziának semmi nem szab gátat. Ugyanakkor azonban a felelős történészi magatartás megint csak azt tudom mondani, hogy ezt nem engedi meg magának. Tehát sokszor megkaptuk már azt a kérdést, hogy a történésznek miért kell mítoszt rombolni. A történésznek nem kell mítoszt rombolni, a mítoszoknak megvan a helye egy nép történetébe, identitásába, tudatába, imádjuk, szeretjük őket. Épp csak nem szeretjük összekeverni a történelemmel, és a történésznek nem az a feladat, hogy mítoszt romboljon, a történésznek az egykor volt valóság lehető legteljesebb feltárása a feladata. Ha ez ütközik a mítosszal, azról viszont már nem a történész tehet. Még akkor is, hogyha unalmasabb? Mondok én egy egész konkrét példát, hagyományőrző példa lesz. Igen. Vannak kétféle honfoglaló hagyományőrző csapatot ismerek, bár nem vagyok a korszak nagy ismerője, pláne nem a művelője. Vannak, akik nagyon szép, tényleg kézműves remekekbe öltözve, nagyon szépen kinézve, megszemélyesítenek honfoglaló harcosokat. Vannak, és abba egy varrás, egy öltés nem kórhű abba a dologba, semmi nem támasztja alá azt, hogy ők úgy néztek ki. Ezeket az embereket sokkal jobban szereti a közönség, mint azokat az embereket, akik tényleg kézzel sodort cérnával, kizárólag igazolt leletek megjelölésével öltöznek, és úgy művelik. Még ez akkor is igaz, hogyha hadi bemutatót tartanak. Tehát ha valaki szépen fel van öltözve rohír lovasnak, és azt mondja, hogy ő honfoglaló, azt jobban szereti a közönség, mint azt, aki ilyen, hát ilyen kis kutyánál alig nagyobb lovon, zötyögve, kaftánban, de egyszínű szürke kaftánban mondjuk remekül íjászik hátrafelé.
Mert ez érzelmi kérdés. Tehát ugye szerintem ezt nagyon egyszerűen meg lehet magyarázni. Ugye a korrekt történész az igyekszik valóban a tények mentén mozogni. Nyilván ezt teszi a hagyományőrző is, hogyha az a célja, hogy csak a fix pontok mentén próbálja visszaadni mondjuk a 10. század vagy a 9. század viseletét. Ugyanakkor azonban nyilvánvaló, hogy valami, hogy is mondjam, csak minél szívdobogtatóbb, annál könnyebben elér az emberekhez. Tehát nyilván nem véletlen, amiről nemrég itt beszélgettünk is, hogy a regénybeli Dobó István figurája, meg a filmbeli Dobó István figurája, aki Sinkovics Imre zseniálisan jelenített meg, és sokkal vonzó személyiség, mint a történeti Dobó István, akinek hát voltak negatív jellemvonásai. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez természetes, mert az egyik egy regény alak, egy idealizált figura, a másik pedig hát egy férfi, akinek voltak erényei, voltak hibái, horribiledictu bűnei, ugyanakkor a történelem egy pillanatában elképesztő hősiességgel az élére állt annak a csapatnak, amelyik ugye megvédte Eger várát. Tegyük rögtön hozzá azt is, hogy ugye csak azért védhette meg, mert már korábban született ellene egy ítélet, amit nem hajtottak végre. Tehát mi történt volna, ha végrehajtják ma a Dobó Istvánról, akkor nem ír regényt Gárdonyi. Semmit nem volna Gárdonyi regényének a érdeméből. Csak az ember csalódik, ha elolvassa a regényt, ott találkozik ezzel az éteri tisztaságú emberrel, és ehhez képest látja azt, hogy a történelemben milyen volt. Tehát ilyenkor megborul az a fajta vágy, az a fajta egyensúlyérzet, az a fajta biztonságérzet, hogy voltak a világban tökéletes hősök nem nagyon voltak a világban. Nagyszerű dolgok, nagyszerű pillanatok viszont voltak a világban, és én mindig örömmel mondom el, hogy pont azért lehet nekünk példa az összes ilyen elődünk, akinek a nevéhez valami hasonló dolog tapad, hogy mi esendő emberek is egy adott pillanatban felül tudunk emelkedni a korlátainkon. Mert egy tökéletes ember tökéletes alakít, ha lenne, de most semmi rendkívüli nem volna, nem? Az a rendszer része. Igen. Csaba, egy utolsó kérdés, mert még szeretném, ha maradna erre idő. Mekkora kárt okoz egy ilyen alkotás, ami félrevezeti az embereket a történész szakmának? Ezt azért kérdezem, mert hogy a hagyományőrzőnek nagyot. Tehát ilyenkor azok a hagyományőrzők, akik tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok időt, energiát és pénzt áldoznak arra, hogy korhű módon mutassák be az általuk imádott korszakot, azok most mással sem fogják tölteni az összes ilyen közönség találkozóikat, mint magyarázzák azt, amit ez a film egy óra alatt romba döntött gyakorlatilag. Nagyjából ez fog történni a történész szakmában is, tehát ahogy mondtam, ez a film valóban megdobogtatja a szívet, de ami megdobogtatja a szívet, az jó rész hamis adat. Következésképpen az a történész, aki korrektül beleáll abba, hogy megpróbálja elmagyarázni mindazon dolgokat, amikről mi itt szót ejtettünk, kétségtelenül kevésbé lesz népszerű, mint hogyha valaki azt mondja, hogy de igen, ez így volt, és Árpád apánk személyesen ott volt, és legalább három bajort meg frankot személyesen vágott le, és aztán életét áldozta. Igen, ezzel számolni kell, tehát azt gyakran lehet tapasztalni, hogy amikor a történeti tényeket elővezeti valaki, akkor a népszerűsége fogyatkozás szembető finoman fogalmazzak. Ugye a történész igyekszik az észhez szólni, de amikor a szív itt megjelenik, akkor az erodálja az észnek a hatását. Hadd mondjak egy egészen másik példát, ugye mindenki olvasta a Winnetou regényeket, ezt neked nem kell mondanom, ugye, és hogyha látsz fotót a történeti apacsokról, akik talán a legdísztelenebb indiánok voltak, ha fogalmazhatok így, ők nem a varjuk, akik ilyen, majdnem ilyen kalocsai, meg matyó hímzés szintén ki magukat. Hát az apacsoknak jó szerűen nemzeti viselete se volt. Tehát a létező legegyszerűbben öltöző, legszegényesebben öltöző indiánok voltak, és én ezt valakinek megmutatom, és ő Winnetouról fantáziál, akkor óhatatlanul csalódást fog érezni. És kellően felnőtt személyiség ezen a csalódáson úrrá tud lenni, más viszont nem, és eltolja magától ezt a fajta valóságot. Úgyhogy én úgy zárnám a dolgot, hogy már csak azért is nem helyes ennek a dolognak a megközelítése, főleg nem egy ilyen dologba csomagolva, hogy Európa elhatározta, hogy elpusztítja Magyarországot, meg egyéb áthallások. Én hadd zárjam egy Szerb Antal idézettel ezt a mai gondolatot, ez pedig így hangzik, de régiek úgy szemlélték a világot, hogy Magyarország volt a világ közepe, és a többi ország csak arra való volt, hogy Magyarország más voltához az ellentétet szolgáltassa. Az ő előadásukban a legfőbb szerep annak jutott, hogy miben különbözik Magyarország Európától, mi azt mutatjuk meg, hogy miben hasonlít hozzá. A magyar értékek európai értékek, az európer magyarnak nem csak, hogy nem kell magyar voltától elfordulnia, hanem ellenkezőleg. Nálunk mindig a leginkább európaiak voltak a leginkább magyarok. Hát hadd gondoljam azt, hogy ez tényleg így volt, és ugye egy másik klasszikus idéző József Attilát, a harcot, mit őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés. Tanuljunk a történelemből, ne pedig jelenkori feszültségeket próbáljunk meg ennek segítségével szítani.
Hát ez így volt, kerek, nem is fűzök hozzá más. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, Csaba. Köszönöm, egy kicsit kilógott a sorból, meg kicsit ilyen filozofálgatás, tudományfilozófiai beszélgetés de volt. De kellett az ilyen, úgyhogy főleg ennek kapcsán apropóján, amit sajnálok, hogy lemaradtam és nem láttam. Úgy, fogod még látni. Teljesen felöltözöm, úgyhogy így most már mehetek a filmbe szerepelni, azt gondolom. Abszolút, ez így teljesen jó lesz, igen. Nagyon szépen köszönjük. Na, aki ezt nem látta, az nézze vissza a YouTube-on. Szerbusz, szia! Aki ezt nem látta, Katona Csabát, hogy hogyan jelent meg, nézze vissza majd YouTube-on, mert érdemes, vele beszélgettünk a nemrég elkészült és vetítésre került Pozsonyi csatát bemutató animációs filmről. Ó, és hogyha jól látom, akkor hírek jönnek Schmidt Andival, majd ez utána folytatjuk, igen. Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Műsorunkban termék